napot kívánok, ez a Kanizsa Café, elérkeztünk a hét utolsó adásához. Horváth György, Horváth Ferenc továbbra is a vendégünk. Annyi mindenről beszéltünk, és még szerintem napokig tudnánk ezt folytatni, de ebből a hétből már csak ez a 21 néhány perc van hátra. Nem haragszotok, ha egy kicsit beszélünk Kiskanizsáról is? Ezt ugyan előre nem beszéltük meg, de számomra annyira természetes volt, hogy ti ilyen ikonikus családja vagytok a városrésznek, meg szerintem mindent tudtok a városrészről, hogy azért legyen egy picit Kiskanizsa is, és abba bele lehet szőni mai témáink mindegyikét, a hittől, vallástól, a tisztességen, hagyományőrzésen, sporton, futballon keresztül, bármi. Másképp is kezdhetném, de mi újság most Kiskanizsán? Kiskanizsán valószínűleg minden rendben van. Minden rendben van. Jól érezzük magunkat. Tehát Kiskanizsa úgy gondolom, hogy korábban mindig egy zárt közösség volt. Tehát büszkén viselhettük a Sáska nevet, hiszen az ország minden részébe el tudtunk jutni különböző piacokra zöldségekkel, illetve Kiskanizsán nyilván a lakosság nagy része a korábbi időszakban mezőgazdaságból élt meg. Ha ma is kijössz Kiskanizsára, még rengeteg fólia sátrat láthatsz. Ez egy kicsit átalakulóban van azért, de úgy gondolom, hogy maga a közösség már nem annyira zárt, mint volt. Tehát nyilván a település folyamatos növekedése miatt is újabb és újabb emberek települtek be, de úgy gondolom, hogy a városrész hál' Istennek működik, és jól érezzük magunkat. De azért még nem tudtok végigmenni úgy az utca, hogy ne kéne köszönni mindenkinek, tehát annyira azért nem sok az új, az idegen. Nem is Kiskanizsán, még köszönnek egymásnak az emberek. Ja, ez egy vettem, igen. Tehát... Máshol lehet, hogy nem annyira természetes, Kiskanizsán azért ugyanaz az emberek köszönnek egymásnak. Annyira sok idegen arc nincs, illetve hát nyilván az idegen arcokkal is előbb-utóbb valamilyen formában találkozunk, vagy a templomba, vagy a fagyizóba, vagy egyéb rendezvényeken. És előbb-utóbb megismerkedünk egymással. A fagyizó nevét továbbra sem mondjuk, mert nem mondhatjuk, mikor nyit, ha már a fagyizóig elérkeztünk. Hát március 15-én mindig a nemzet... Akkor mindjárt. Igen, itt van mindjárt. Mindig a nemzet ünnepén szoktunk nyitni, és hát várjuk a jó időt. Azt mondják a meteorológus, hogy jó idő lesz, úgyhogy 15-én kezdünk. Próbálom elkerülni a reklámot, de azért minden évben szoktatok valami újat, újdonságot, meglepetést. Most megvan-e már a haditerv, hogy milyen irányban? Hát a fiam a Fácó mondja, ugye nekem segít, hogy én mindig leragadok a vanilőpuncsokinál. Már mi azt tanultuk. Mm. És tehát mindig a Fácó kreálja az újakat. Hát milyen újdonság lesz? Balaton Márián, Pálffy Attila, egy híres cukrász, régi jó barátunk, és most egy-két hete ültünk le, beszélgettünk, és Attila is segít nekünk, egy-két új receptet próbálunk. Ugye nagy kedvenc lett, amikor megcsináltuk a Messi kedvencét, de a Fácónak ez nem tetszett, ugye mi borszások önreállnak, és akkor meg kell csinálni Ronaldót is. Úgyhogy biztos a Fácó most megint kreál valami újat, konkrétan nem tudok semmit mondani, hogy milyen lesz, de biztos, hogy lesz meg újdonság. Meg kell nézni, meg kell kóstolni. Egyébként a te családod szereti a fagyit? Tehát ti testvérek vagytok, de kíváncsi vagyok egy, hogy te szereted-e a fagyit, meg úgy a másik ágon mindenki rajong-e a fagyiért, akár a puncs vaníliáért. Tehát én csak a jó fagyit szeretem. Aha. Mert megvan az a lehetőségem, hogy nap mint nap nyáron tudok jó fagyit enni, és nem kell sokat mennem érte. Úgy gondolom, hogy ez a fagylalt mindenkinek a kedvence. Tehát, hogy várjuk a tavaszt, hogy végre a ködös idő után kisüsön a nap, ugyanez az emberek lelkületében benne, hogy mindenki szeretne egy finom fagyit megkóstolni. Tehát a tavasz szerintem mindenképp a fagyizásról szól, illetve a nyár is nyilván a hőség miatt. De annyit szeretnék azért hozzátenni, hogy a kínálat bővítését lehet, hogy meg kéne próbálnunk majd tányérdesszerteket csinálni, tehát ameddig hiányzott a fagyizó palettájából, tehát elképzelhető, hogy idejében esetleg két-három olyan tányérdesszert meg fog jelenni, ami korábban nem volt. Na, kíváncsian várjuk. Hadd kérdezzek egy olyat, ami jó, ez egy beszélgetős műsor, amit meg szóba akarok hozni, az meg egy szigorúan közéleti, sőt aktuális hírhez kapcsolódik, de régóta suttogják Magyarországon, hogy ami ide jön, az a nyugat szemete, és így tovább, és így tovább. Most már erre némi-nébi vizsgálat is, 20 pártételes vizsgálat is
fogalmazunk óvatosan, alátámasztani látszik. Vagyis, hogy nem ugyanazt kapod mondjuk az osztrák határtól 5 kilométerre arra, mint 5 kilométerre erre. Ezt eddig is gondoltuk, most ezt nyilván meg fogják vizsgálni. Fagyiban engem ez érdekel, meg aztán ezt a többi élelmiszer a Sáska ország összes termékéről is beszélhetnénk egyébként, sőt, terjesszük is ki azokra. Mi a különbség a nyugati szemét, idézőjelbe teszem, mert ez még most csak gyanú, és ami mondjuk magyar termék, magyar áru, legyen az bármilyen félkész termék, zöldség, gyümölcs, hús, fagyi. Hát erre, mert szerintem ez fontos, igen, és egyre fontosabb. Erre egy mondatot tudnak válaszolni, tehát én ráírtam az italapra is, hogy mi a jó fagyi titka. És akkor mindig azt írom, hogy egyszer a jó alapanyag, szakmai tudás és a lelkiismeret. Mert én csak olyan fagylatot adok el, amit én is megeszek. Tehát tisztában kell lenni, 33 év van meg a bolt. Ma már az országban nem sok helyen csinálják úgy a fagyit, mint mi. Tehát mi az eredeti recepttel megyünk, tehát tej, vaj, tojás, tejszín. Tehát sokkal nagyobb munka, sokkal nagyobb pénz. Ma már, tehát vannak ezek a fagylatgyártó cégek, készen van zsákban az anyag, tehát ez nem látod se vajat, se tojást, szépen fölpupozzák, és ugye az ember ma már a szemével vásárol. Tehát mi hozzánk, ha valaki eljön fagyizni, nálunk nem lát ilyen tornyokat, mindenki lapos. Azért lapos, mert mikor mi kezdtük a szakmát, tehát én a Rózsakerben voltam helyettes, amikor átjött az Elgresit, ez egy híres fagyis volt Nagykanizsán, Szabadságtérnek hívták, ma már Erzsébet tér, és az öreg elmondta a receptjét, mert akivel voltam, a Jeresek Laci barátom, ő vette meg a Resitet, én megcsináltam Kiskanizsán a fagyizót. És ugye abban az időben még hát emlékeztek rá talán, hogy Ádám szerintem már nem nagyon, hogy ilyen lukból adtuk a fagylatot. Tehát a fagylatot nem lehet látni. Tehát nem érintkezett levegővel. És ugye mi nekünk a tojás, vaj, tejszín miatt nincsenek olyan kötőanyagok, ami hogy főhúznám és akár egész nap állna, mint a torony. Tehát mert mi próbálunk csak természetes alapanyagot használni. Tehát azt jelenti, nálunk, amikor csinálunk egy gyümölcsfagylatot, ki van írva eper, az eperből van. Tehát nem akarok most itt reklámot meg senkit megbántani. Sokszor, mikor jönnek, hogy mondja a kedves szülő, hogy zöldalmát kér a gyereknek, és akkor én mondom, azt nem tudom megcsinálni, vagy kér szőlőfagylatot kér. Mondom, azt nem tudom megcsinálni. Hát miért nem tudja, mert a másiknál van. Hát azért csóklom, mert az nem abból van. Tehát mi ragaszkodunk, ugye meg hát bejönnek ezek a sok újdonság, hogy kék fagylat, meg hát olyan színeket látunk már, hogy kérje, hogy rágunk mi fagylat, meg egyébként. Nálunk ilyen nincs. Tehát mi gyümölcsben csak a gyümölcsöt, az a 7-8 fajta van, a tejesben pedig, tehát a csoki van, a puncs, karamell, gesztenyát, az alapokat, és ugye amikor kreálunk egy messzi kedvencét, abban sincs semmi műanyag. Tehát ez úgy van, hogy van egy teljes alap, ami kijön a tojásos főzet, és akkor ugye megkelem karamellal, megszorom szotyival, vagy pedig a Ronaldot mogyoróval, tehát semmi műanyag nincs benne. Tehát én mindig tehát a katolikus létünk, meg, hogy a szívünkre hallgatunk, hogy én olyant akarok eladni, hogy nehogy valaki beteg legyen. Tehát nem olyan, hogy most lepermetezem a paprikát, és másnap eladom, nem érdekel, hogy beteg lesz. Tehát ez a lelkiismeret. És azt hiszem, bocsánat, és én azt mondom, azért is megy annyira a fagylat nálunk, mert látják, hogy a szívünket lelkület beladjuk. Kiskanizsának egyébként remélem, hogy lesz egy ilyen még erőteljesebb fordulat, mint amit az elmúlt néhány évben tapasztalunk. Jót tehet az a szlogen, hogy vedd és edd a hazait, mert itt a térségben ugye Kiskanizsa azért még mindig híres, ismert, talán már nem foglalkoznak annyian vele, mint akár csak 10-15-20-30-40-50 évvel ezelőtt, de azért van ott termék bőséggel. És hogyha végre megfordul a trend, és ugyan a csatlakozáskor is megnyitottuk a piacainkat, ugye a nyugati szemét, most maradjunk ennél a kifejezésnél előtt, de hát azért talán ez visszafordul, és akkor elkezdünk megint hazai termelőtől, akár a piacon vásárolni, akkor azok, akik ezzel foglalkoznak, vagy akik ennek hatására kedvet kapnak, ez lehet egy ilyen új reneszánsz, ha megfordul a trend. Vetem föl. Igen, tehát ez megfigyelhet az éttermek esetén is, tehát vidéken az utóbbi években, amik létrejöttek éttermek, megpróbálnak mindig helyi alapanyagot felhasználni. Úgy gondolom, hogy ez mindenképp üdvös lenne. Tehát nem csak a helyi közösség részére, hanem ha ide jön mondjuk egy német,
vagy idejön egy külföldi vendég, akkor azokat az ízeket kóstolja meg, ami helyben termettek meg. Tehát ne feltétlenül tengeri halakkal akarjuk megetetni őket, hanem nézzük meg azt, hogy ez az ország, ami vala Európa élés kamrája volt, hogy mi is elő tudjuk állítani azokat az alapanyagokat, amik méltók ahhoz, hogy egy tányérra rátegyük. A problémát, amit te említettél, ez elsősorban a multi vállalatoknak a problémája. Tehát amikor egy narancsos üdítő más ízű Olaszországban és más ízű Magyarországon. És tényleg más. De ez így van, ez abszolút igazad van. Tehát ez a multik probléma, hál' Istennek, tehát kiskereskedőknél ilyen problémák nem merültek fel, és bízom benne, hogy nem is fognak felmerülni. Illetve meg kell próbálni törekedni, vagy meg kell felelni az új kihívásoknak, és úgy gondolom, hogy az utóbbi években a biotermékek lettek beállítva, mint egészséges élelmiszer. Tehát meg kell próbálni akár a kiskanizsai embereknek is elmenni egy olyan irányba, hogy próbáljuk meg biohagymát, biopaprikát, bioratket előállítani, mert úgy gondolom ezzel egy új piac nyílhat meg számukra, illetve sokkal jövedelmezőbben tudják értékesíteni termékeiket. Tehát akkor kiskanizsának, mert ugye abban maradtunk, hogy ez egy kiskanizsa kapcsán beszélgetünk ebben az adásban, ez egy távlat föltétlenül, vagy az ottani polgároknak, embereknek, gazdálkodóknak. Én úgy gondolom, hogy mindenképp igen. Tehát a helyi adottságok, a helyi hagyományok mindenképp arra ösztönzik tovább is a kiskanizsaiakat, hogy részt vegyenek ebbe a termelésbe, ami elsősorban zöldség és gyümölcsöt jelent. Egyébként milyen az életrendje? Ezt ennél szebben meg egyszerűbben nem tudom megkérdezni kiskanizsán. Tehát nyilván az ott élők egy része még a mezőgazdasággal foglalkozik, másik része eljár dolgozni. Milyen a kapcsolat mondjuk a két réteg között, meg mik a találkozási pontok? Tehát a reggel az mindenképp az 5 órás harangszóval indul szerintem az emberek nagy részének, tehát főleg akik mondjuk hegyre járnak, vagy a kertjüket gondozzák. Tehát az, hogy a mezőgazdasági és az ipari munkások között feszültség vagy egyéb dolog kiskanizsán abszolút nem jelentkezik. Tehát békésen megjönnek. Jó, nem akartam én ebből valami bulvár feszültséget kerekíteni, tényleg őszinte volt az érdeklődés. Tehát én úgy gondolom, hogy aki tudja azt, hogy a kiskanizsaiak mit dolgoznak a kertjükbe, ezek lehetnek városiak, vagy lehetnek, akik nem mezőgazdaságból élnek, azok elismerik az ő munkájukat, mert embertelen. Tehát aki életében volt már mondjuk nyáron fólia sátorba, az tudja, hogy mit kell megszenvedni azért, hogy az a paprika, az a paradicsom végül úgy elkerüljön a piacra, ahogy a kiskanizsai asszonyok ezt beviszik. Tehát nagyon nagy munkát és lelkiismeretes munkát jelent ez. Ne mondjatok konkrétat, csak úgy általánosságban kérdezem, de most tudnátok aktuális kiskanizsai pletykát mondani? Amíg gondolkodtok, azért kérdezem, mert minden ilyen ugye zárt közösség, bár most már egyre nyitottabb, ugye említetted valamelyik adásban, de minden ilyen zárt közösségben azért megvan az a belső hírharang és információs rendszer, ami én most pletykaként egyszerűsítettem, de amikor mindenki tud mindenkiről mindent. Ez megmaradt 2017-re is Kiskanizsán, vagy majdnem mindenki, majdnem mindenkiről, majdnem mindent? Abszolút. Én úgy gondolom, hogy nem megbántva senkit, de azért elmész a fodrászhoz, elmész az újságoshoz, vagy elmész a boltba, azért ott az információ pillanatok alatt tud. De ez nem is baj egyébként, tehát hogy néha rossz indulatú csak a pletyka, de az, hogy információk jönnek, mennek, az nem föltétlen baj egy közösségben. Jó, tehát a Kiskanizsa városiasodása mellett azért megmaradt még egy falusi közösségnek. Tehát ezek a falusi jegyek, de jó értelembe véve azért megmaradtak, hál' Istennek. Tehát információárás, vagy például postáson keresztül, drága jó Kuzma Lacit nem megemlítve, tehát információ jön és megy, tehát azzal nincs probléma. Aktuális pletykák mindig vannak, kiemelni nyilván nem fogunk sem. Ja, nem, persze. Igen. Tehát akkor tudnátok mondani most, hogyha nagyon muszáj lenne. És így élik a kiskanizsaiak a mindennapjaikat. De, ami nekem nagyon, és nem egy dolog, és nagyon sokat tudnék mondani, csak ezt is csak fölvetem, ami nekem nagyon szimpatikus volt Kiskanizsában, fő példáim ti vagytok a magam vonatkozásában, de azért még egy-két ember, hogy amellett, hogy zárt és egy közösség, ez a nyitottság, amit te is egy fél mondatban említettél, azért megvan, mert hogyha valakit megszerettek, akkor az kiskanizsainak számít, gyakorlatilag, szinte abban a pillanatban, még ha 500 kilométerrel odébb lakik is.
Ez abszolút így van, és tehát Kiskanizsán régen azért a várfalon kívül létesült. Tehát nyilván mindig egy befogadó emberekből álltak a kiskanizsaiak, és úgy gondolom, hogy ez most nem tőle származástól függetlenül pillanatok alatt be tudnak fogadni bárkit. Nyilván azért meg kell küzdeni bizonyos dolgokért. Az rendben van, hát az teljesen normális, hogy meg kell dolgozni a szeretetért, befogadásért. Igen, abszolút. És nyilván az elmúlt években azért elvándorlás is van. Tehát ahhoz, hogy a kiskanizsa 6-7-8 ezer fős létszámát tudja tartani, ez mindig magával vonza azt, hogy ha elvándorlók lennénk, akkor előbb-utóbb elfogynánk, tehát kell, hogy legyenek betelepülők a környező vagy akár távolabbi településekről is. Megint állnaív a kérdés, mert tudom a választ, de ha már eddig érkeztünk, akkor muszáj megkérdezem. Akik elmentek, és akár karriert csináltak bármilyen szempontból, azokat nyomon követitek, azokról tudtok? Igen, hát én saját példámat tudom mondani, hogy tehát az első focista korosztályom az a 71-72-es születésű fiúk voltak, azok most 44 évesek, vagy 45 évesek, és ugye amikor hazajárnak vagy a szülőkhöz, vagy ha már nincs is szülő, akkor temetőbe, akkor bejönnek hozzá, beszélgetünk, tehát követem meg mindig, tehát hálás szívvel gondolnak rám is, ugye mint én voltam nevelőedzők, és nagyon soknak tudom a család életét is, hogy hány gyerek van, hol dolgozik, tehát egy szép dolgok, tehát ez ami éltet bennünket. És nyilván tartjátok, hogy ki kiskanizsai azért, tehát hogyha valaki mondjuk föltűnik a tévében, akár egy professzor, akkor ő a miénk, ez megvan ez az érzés? Tehát ő ugyanúgy sáska ember, illetve sáska asszony marad. Illetve nyilván polgármesterünket is Kiskanizsáról adjuk, tehát ez is kellő büszkeséggel tölt el bennünket. És ugyanúgy a város életében Kiskanizsa mindig nagyon jelentős szerepet játszott. Tehát mind gazdaságilag, mind egyéb vonatkozásában. Tehát ugyanúgy a városnak egy jelentős részét képezi Kiskanizsa. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Élmény volt veletek beszélgetni. Remélem, hogy akár még ebben a körben más témák kapcsán majd valamikor folytatni tudjuk. És hát még van a fociból, ugye? A baráti fociból, akkor ahhoz még azért kitartást, meg jó egészséget, meg a továbbiakhoz is. Köszönöm szépen. Önöknek pedig erre a hétre köszönöm a figyelmet. Tudják, szombaton és vasárnap ismételjük ezeket a műsorokat, jövő héten kettől pedig új vendégekkel, új témákkal. Ismét Kanizsa Café. Számítunk önökre akkor is. Jó hétvégét kívánok, viszontlátásra. A műsor dekorációját a bíborvirág készítette.